A koffein. A koffein metilxantil származék, keserű, kristályos vegyület. Nevének eredete az Abesszinka-fa vidék, ami a kávécserje egyik őshazája. A kávé koffein tartalma 1,5%, a teáé 2-5% és a kóladiói kb. 1,5%. Kis mennyiségben a kakaóbab is tartalmazza. Amíg nem sikerült azonosítani a teában lévő élénkítő anyagot, a koffeintől eltérőnek tartották, és teinnek vagy tininnek nevezték. Mára azonban kiderült, hogy a két vegyület egy és ugyanaz. Ha mértékkel fogyasztjuk a koffeint, akkor javíthatja a kedvünket, segíti az emésztésünket és növeli a mentális és fizikai teljesítményünket is. Fontos még megjegyezni, hogy az egyének koffeinre való reakciója nagyban függ a genetikai adottságoktól, így előfordulhat, hogy ugyanakkor a mennyiségű kávé valakire még pozitív, másra pedig már negatív hatást fejt ki. A ganodermás kávé nagy előnye, hogy a ganoderma gomba közömbösíti a koffein káros hatásait, ugyanakkor nem csökkenti az ital élvezeti értékét.